Szeptember elején rendhagyó testületi ülést tartott Bátaszékváros képviselőtestülete. Egyik fő témájuk a koronavírus második hullámára való felkészülés volt. A vírus terjedésének lassítása érdekében több óvintézkedést hoztak. Az intézményvezetőket felkértem arra, hogy saját intézményünkre vonatkozóan készítsenek egy egészségügyi protokollt. Ugye ez a városi óvoda tekintetében már szeptember 1-től létezik, hiszen ennek megfelelően lehet belépni az intézménybe mind a gyerekeknek, mind pedig a szülőknek. Itt egy kis szigorítást tervezünk, nevezetesen tervezünk beszerezni lázmérőket, és már lázmérést is fogunk folytatni az elkövetkező időszakban annak érdekében, hogy minél jobban meg tudjuk szűrni az esetleges betegségeket. A többi intézmény is elkészítette, illetve folyamatban van az elkészítés azoknak a protokolloknak, hogy az intézményeket hogyan lehet majd az elkövetkező időszakban is látogatni, annak érdekében, hogy az egészségünket megfelelő módon védeni tudjuk. A tavaszi védekezési időszak tapasztalatait már kiértékeltük, ha és amennyiben komolyabb intézkedéseket kell hozni, annak megfelelően erre is fel vagyunk készülve. Ez idősgondozás tekintetében, a legveszélyeztetettebb korosztály ellátása tekintetében már megvannak a forgatókönyveink, ha kell, közterületi fertőtlenítést is tudunk végezni. Ennek megfelelően felkértük az intézmények vezetőit, hogy gondolják végig és tegyék meg a szükséges intézkedéseket, védőeszközök, fertőtlenítőszereknek a beszerzése kapcsán. E kérdésben a képviselőtestület ma döntött arról, hogy egy 3 millió forintos keretet el is különít, annak érdekében, hogy ezeknek a beszerzéseknek a fedezetét zavartalanul tudjuk biztosítani meg az intézmények számára. Tehát azt gondolom, hogy a mostani információk alapján napra készek vagyunk a védekezés tekintetében. Az intézményvezetőkkel napi kapcsolatban vagyunk, ha és amennyiben szükséges, újabb intézkedéseket is meg tudunk tenni annak érdekében, hogy az egészségünket minél jobban meg tudjuk óvni. A Bátaszéki Gondozási Központ is folyamatos készültségben van a veszélyhelyzet megszüntetése után is, de igyekeznek mindent megtenni, hogy minél tovább zavartalanul fogadhassák az ügyfeleket, gondozottakat. Változottan a nyitvatartási rendünk, annyi szigorításunk van az előzőekhez képest, hogy mivel nagyon szűkek a terek, ugye kicsik az irodák, kicsi a váróhelyiség, az interjúszoba, hogy egyszerre egy fő az, aki tartózkodhat a váróhelyiségben, illetve hogyha a kiskorúról van szó, vagy szükséges az, hogy kísérő érkezzen, akkor abban az esetben ugye ők ketten tartózkodhatnak. Szükséges a szájmaszk használata, és az ajtó mögött kézfertőtlenítő van elhelyezve, aminek a használata szintén szükséges. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a takarításra, a fertőtlenítésre és a folyamatos szellőztetésre. Én nagyon bízom benne, hogy ha a higiénés szabályokat betartjuk, akkor a helyzetünk talán nem változik és nem lesznek fertőzöttek, de ahogy most ugye az országos tendencia is látszik, hát meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. Én nagyon pozitívan próbálok hozzáállni ehhez az egész helyzethez. Én próbálom a kollégák felé is ezt közvetíteni, és őket is a fenntartó, illetve rajtunk keresztül folyamatosan ellátjuk védőfelszereléssel, védőeszközökkel, amit most is köszönünk, mert soha nem szenvedtünk hiányt. Tehát bármikor jelezték, hogy szükség van akár fertőtlenítőre, gumikesztyűre, bármire, akkor azt azonnal megkaptuk, mindig az volt, vásároljátok meg, osszátok ki, és használják is a kollégák természetesen nagyon szigorúan, és odafigyelünk erre, hogy a higiénés szabályok be legyenek tartva, hiszen nagyon fontos az, hogy védjük azokat, akik hozzánk jönnek, és védjük a kollégákat is. A Bátaszéki Idősek Klubjában már eddig is számos olyan intézkedés történt, ami a járvány megelőzését és az idősek védelmét szolgálták. Itt is, mint mindenhol, kötelező a maszk és a kézfertőtlenítő használata. Idei programjaikat azonban minden óvintézkedés ellenére el kellett halasztaniuk. Idősek miatt és a biztonsági szempontok miatt úgy gondoltuk, hogy jó, hogyha ezeket a szabályokat tartjuk, mert hogy amilyen híreket hallunk, bár még egységes útmutató nem jött ki a nappali intézmények tekintetében, de úgy gondoltuk, hogy nagyon
változtatni ezeken nem érdemes. A kézfertőtlenítés, a rendszeres takarítás, fertőtlenítés az rendkívül nagyon fontos, illetve a munkatársaink számára és a védőeszközöknek a használata rendkívül fontos ahhoz, hogy továbbra is elmondhassuk, hogy nálunk egyelőre nincs még ilyen veszély. Sajnos a programjaink nagy része az most elmaradt, több mindent terveztünk, illetve voltak már az év elején olyan hagyományőrző programjaink, amiket szerettünk volna folytatni az év folyamán, de most ezek halasztásra kerültek, olyan programokat nem tudunk szervezni, amelyek ahogyan korábban is ugye nyitott intézmény révén azért nagyon sok időset vonzottak hozzánk, a napsugáregyletből is sokan látogattak hozzánk. Most sajnos ezeket a programokat, a nyárzárónkat is most halasztanunk szükséges. Amelyeket viszont minden esetben megtartunk a bent lévő időseink számára, olyan kézműves foglalkozásokat, felolvasást, hittanórákat szervezünk, amelyek azért a napi bentartózkodást egy kicsit változatosabbá tudják tenni.